Ugye emlékeztek még arra bohókás, laza, tornacipős csávóra, aki szeretné elfelejtetni, hogy mit csinált 2006-ban és mit csinált 2010-ig? Igen, Gyurcsány Ferencről van szó. Ő az, aki szétverette a saját népét, csődbe vitte az országot, majd utána azt gondolta, hogy ezt mindenki elfelejti, mert lazán öltözködik és eljátsza a bohókás politikust. Nos, most megint kibújt belőle az igazi bolsevik, amikor az ATV-ben megmerték kérdezni, ha már ennyit beszél a kegyelmi ügyről, és tüntetést akar szervezni. Nem lehet, hogy magába kéne inkább nézni, és 2006-ban nem lehet, hogy neki is le kellett volna mondani. Na, a reakció az 10 per 10. Az ellenzék tehetne a változásért, de hát ön miatt nem tudnak. Igen, nézze, rólam elég régóta beszélnek, és azt a lehetőséget most szűkíteni fogom az ön számára, hogy amikor a 34 éves magyar sebzett köztársaságban ilyen botrányos történet kötődik a kormányhoz és az államfőhöz, akkor egy 18 évvel ezelőtti ügyről beszélgessen. Tudnélik, ma, amikor tegnap közel 1 millió ember nézte meg az elmúlt egy napban az ön által nevezett interjút, akkor az emberek nem arra voltak kíváncsiak, hogy mi történt 2006-ban. És amikor ön arra tesz kísérletet, hogy rólam beszéljünk, ne pedig arról, hogy itt valakik úgy gondolták, felelős vezetők, férfi emberek, hogy következmények nélkül be lehet nyúlni fiatal férfiak, fiúk nadrágjába, valakik azt az érzést keltették, hogy ezt meg lehet úszni, mert közel vannak a hatalomhoz, valakik megzsarolták ezeket a gyerekeket, akkor kérem szépen, mi történt 2006-ban érdeklen. Az az érdekes, hogy a kormányfő, a köztársasági elnök, a miniszter miért nem ad arra választ, hogy mi történt? Hát, hogyha a kormányfővel vagy a volt köztársasági elnökkel beszélgetnék, akkor nyilvánvalóan megkérdezném ezeket, de hogy erre mi a válasz, az pontosan ön sem tudja, hogy a most jelen pillanatban senki sem tudja ezeket. De ez a dolguk, tőle, hogy ezt kiderítsük. Bocsánat, folyamatosan felvetődnek ezek a kérdések, amire lehet, hogy az ország egyik felét érdekli, hogy ha ön szervez egy tüntetést, akkor az jót tesz ennek az ügynek, vagy árt ennek az ügynek. Ez egy adekvát kérdés, én ezt azért kérdeztem meg. Igen, nyilvánvalóan ön tudhatja. Hogyha engem kérdez, akkor én azt hiszem, hogy igen. Tehát valójában ön engem nem kérdezett a kérdéssel, hanem vádol. Márpedig az ön vágya... Az mi kérdés... távol áll tőlem a vádlás. Ó, nem. Kérdeztem. Az ön kérdése az a vád. És visszautasítom, hogy ön vádoljon akkor... Ez Magyar Péter és Kubatov Gábor vádja a volt, politikai ellenfelém nyilván, hogy vádolnak, ha meg fogja kérdezni bármelyik a kormány ellenzékéhez tartozó személyt, hogy mit gondolnak Orbán Viktor, azt fogja mondani, hogy Orbán Viktor tönkretette a hazámat. Ön nem hiteles kritikust mond, hanem az ellenfelemet megkérdezi, hogy mit gondolnak Gyurcsányról. Akkor, amikor Magyarországon áll a bál, hogy a köztársasági elnök és a minisztere az Orbán kormányhoz köthető emberek pedofil bűnözők bűnsegédeit engedik ki? Én akkor Gyurcsányról akar beszélgetni. Egészen egy biztos, hogyha Kubatov Gábor ülne most itt, akkor nem őről kérdezném, hanem egészen más.